Sziasztok! Sorozatunk második részében újabb három finomságot fogok bemutatni. Elsőként kezdjük a sokak által kedvelt, s még ma is kapható boci csokival. A boci csoki elődjeként emlegetett szerencsi tejcsokoládé a 20-as évek végén került piacra. Később a csomagoláson látható bociról a köznyelv elnevezte boci csokinak, s meg is kapta ezt a nevet hivatalosan is. A későbbi termékeken a boci nagyobb alakban volt látható, háttérben fenyőfákkal, havasokkal. A csomagolás grafikája igen tetszetős volt, s maga a csokoládé is nagyon finom volt. Méretben is többféle készült belőle. A 200 g-os változat létraszerű osztással került forgalomba, s minden egyes kockáján ott díszelget a szerencsi felirat. A csoki gyakran belekerült a Mikulás csomagokba, de Hakapeszi Makinak is nagy kedvence volt a ZsebTV című gyermekműsorban. 1991-ben a Nestlé megvásárolta a szerencsi gyárat, és ezzel együtt ezt a népszerű terméket, a boci csokit is. 2001-ben megjelentek a népszerű boci jégkrémek, s 2005-ben megszületett a boci új generációja, amely kívül színesebb, belül még krémesebb lett. Ebben az évben nyerte el először a boci a legjobb márkának kijáró Superbrands címet is. 2010-ben a táblás boci csokoládék elnyerték új ízüket és formájukat. Bár a boci csoki külsőleg teljesen megújult, bizonyos időközönként megjelenik néhány limitált kiadás, amikor is újra találkozhatunk a szívünknek oly közeli régi kedves csomagolásával. Bohóc csoki. A bohóc csokiról sajnos valami kevés információ akad az interneten, de annyi bizonyos, hogy már a 80-as években is lehetett kapni, amikor is a budapesti édesipari vállalat gyártotta. Az akkoriban bohóc szeletként árusított csokoládé csomagoló papírja kissé hasonlított a pöttyös turórudiéhoz. Könnyen szakítható papírszerű anyaga volt egy meggörbülten ülő, mosolygó bohóccal az elején. Íze szerint rumos, kakós, diós ízű volt, amely az idők folyamán nem sokat változott. Legjobb emlékezetem szerint a bohóc szeletet háromféle formában láttam a boltokban. A második verzióban egy bohóc fej látható a csomagolásán, az alapszín itt is a narancssárga, csak kissé már fakóbb formában. A legutolsó változat pedig a még ma is kapható kék-sárga csomagolású csoki, amelyen már nincs mosolygó bohóc, nem is értem, hogy miért. Az íze viszont megmaradt. Elmondhatjuk, hogy a bohóc csoki egy különlegesen egyedi ízvilágú, nagyon finom csokoládé. Ha még a klasszikus külsőt is visszakaphatná, annak sok retro rajongó örülne. És végezetül következzen az állat ABC. Aki szereti a klasszikus formát és a klasszikus ízeket, az örülhet, mert az ABC-s csoki, ahogy sokan nevezik, az idők folyamán alig vesztett az ízéből, és külsőre is minimális változtatáson esett át. A szerencsi gyár hasonló csomagolású és nagyságú várakat ábrázoló csoki sorozatával szinte mindig együtt találhatjuk meg a boltok polcain. Az állat ABC csomagolásán az ABC betűit láthatjuk egy-egy azonos kezdőbetűjű kedves rajzfigura jelenlétében. A csokoládé a leírása szerint nyomokban földi mogyoró, dióféléket és glutént is tartalmazhat. A 20 g-os csoki annak idején mindössze 9 forintba került, és leginkább nem is az íze miatt kedveltük, hanem a papírja végett. Sokan gyűjtöttük őket, szerettük volna az ABC összes betűjét ábrázoló papírt megkaparintani, úgy mint a várakat ábrázoló sorozat valamennyi darabját is. S ha már itt tartunk, a történelmi helyszíneket népszerűsítő csokoládé remek ötlet volt, hiszen csemegézés közben még meg is ismerhettük az ország neves várait. Érdekességként pedig megemlíteném még a Mézga család és a Kukori és Kotkoda féle változatot is. A szerencsi gyár ezeket is piacra dobta a csokis papírgyűjtők legnagyobb örömére. Nos, ennyi volt a csoki sorozat második része. Remélem, hogy tetszett. Ezek után már csak annyit mondhatok, hogy irány csokoládét enni.